Senki többet harmadszor. Egy sorozat mindarról, amit a műkereskedelemről mindig is tudni akartunk, csak nem volt kitől megkérdezni. Egy sorozat műtárgyakról, műgyűjtésről, felbecsült és felbecsülhetetlen értékekről, és persze arról, hogy mi kerül a kalapács alá. Senki többet harmadszor. Elvégre a lelkeméjén mindenki gyűjtő. Köszöntöm Önöket a BÁV Podcast sorozatában. Én Lukács Zsolt vagyok. A folytatásban valami különleges. Illetve minden, ami nem a megszokott, de legalábbis egyedi. Vagyis ma arról esik szó, hogy mit jelent a műkereskedelemben a ritkaság. Mennyire van jelen az árverési kollekciókban, és leginkább, hogy mik alkotják ezt a tételkört. Mik azok a színesek, mik a szerelemdarabok, és mire vadászik a műkereskedő. Meg annyi kérdés, és szerencsére meg annyi válasz is Nagy Tamásnál, a BÁV galéria és aukciós ház vezetőjénél. Kezdjük! Nem részletezem, hogy mennyire impozáns és elegáns irodában ülünk. Azt sem fogom bőlére ereszteni, hogy mennyire irigylésre méltó ez a kanapé, hiszen beszélgetésünk témája nem az interjőr, hanem mindaz, ami ez idáig műtárgykereskedelem címén az eddigi epizódokból valahogy egy picit kimaradt, talán a koronázási palást kapcsán érintőlegesen már szóba került, de azért azt gondolom, hogy a műtárgykereskedelemnek van egy, hát Nagy Tamás majd elmondja, hogy mennyire vékony vagy vastag kis szelete, ami nem a klasszikus képzőművészeti alkotások tábora. Jól sejtem én ezt, Tamás? Igen, ezt jól sejted. Igen, valóban van egy ilyen szelete, amit mi előszeretettel használunk is az árveréseinken, sőt, keressük őket. A saját belső szlengünkbe ezeket egy gyűjtő szóval vagy gyűjtőnévvel szoktuk emlegetni, hogy színesek. Ezek a színesek azok, amelyek olyan egyedi, valóban színeket visznek egy-egy árverés kollekciójába, amitől aztán jószerével emlékezetessé tudnak lenni ezek az árverési alkalmak, mert azt mindenki megszokta, hogy a BÁV művészeti árverésein szerepelnek nemesfém tárgyak, szerepelnek ezüst tárgyak, azoknak is mindenféle tárgykörei, használati és dísztárgyak. A monarchikus korszaktól ma már ugye egész gyakran eljutunk el a 20. század közepéig is, és egy jelentős csoporta azok az antik ezüst tárgyak, amelyek gyából a kiegyezés előtti időszakból származnak. Nagyon sok zsolnai tárgy is szerepel, tehát ezt megszokta a közönség. Ezen kívül ettől egy picit eltávolodva próbálunk színeket, ízeket vinni a palettára. Ugye most a tavalyi év decemberi nagy művészeti árverésnek az ilyen emblematikus színes tárgya egy Csepel motorkerékpár volt, amikor ez az egész ajánlat elért minket, akkor én reflexből megkerestek kollégák, hogy mit szólt, óriási ötlet, azonnal jöhet. Hogy mihez kezdünk vele, azt még nem tudom, de majd azért úgy lesz valami. És aztán a kollégáimnak rengeteg jó ötlete van, és az egyik kollégánk, aki mindenféle ilyen esztétikai kérdésekben a döntnök, ő azt találta mondani, hogy azonnal kirakja a kirakatba. Ki is találtuk, hogy, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy mindenestül messze-messze túlszárnyalta a hozzáfűzött reményeket. Az első őrületes meglepetést az okozta, hogy mindenki megállt a kirakat előtt, fiatal, idős, leszállt a villamosról, nézegette, bejött, simogatta, tehát óriási érdeklődést váltott ki, az pedig hát aztán természetesen nem közömbös, hogy üzletileg is aztán eredményesnek bizonyult. Ez pedig azért fontos, mert nekünk ugye meg kell felelnünk a vásárlóközönség, de ugyanúgy a beadóközönség elvárásainak is, mert a beadói oldal elégedettsége generál újabb megkereséseket és újabb felajánlásokat. És hát itt ez olyan jól sikerült, hogy úgy tűnik, hogy az ez év decemberi művészeti árverésen ennek lesz folytatása. Én megfogalmaztam ábrándokat ezzel kapcsolatban a partnerünk felé, és azt mondtam, hogy én azt álmodtam, hogy a kirakatban egy panni mopedet látok, amikor éppen ilyen zavaros álmaim vannak, és azt mondta, hogy jó, akkor lesz egy. És hát most pont ma hívott egyébként, tehát ugye úgy tűnik, hogy ez úgy alakul. Tamás, én mint laikus azon gondolkodom, hogy a beadó fél miért gondolt rátok, és miért nem mondjuk egy egyszerű használt gépjárműkereskedésre, vagy veterán használt gépjárműkereskedésre? Hát ugye ilyenkor udvariasan azt kell mondani, hogy ezt tőle kéne megkérdezni. A magam véleményem pedig az, hogy hát azért
a kollégáknak azért egy eléggé kiterjedt ismeretségi köre van. És talán az is tudható rólunk, hogy olyan nagyon nem vagyunk, hát persze ezt most magamról mondom, vagy magunkról mondom, begyepesedve, tehát azért nyitottak vagyunk mindenfélére, mert hogy mondjam, mindenképpen szükség van új impulzusra, új közönség, csoportok megkeresésére, eltalálására. Ez egy spontán beszélgetés volt egy kolléganő és a tulajdonos között, és aztán hát ez egy kicsit így túlburjánzott, és akkor elvezetett oda, hogy megjelentek nálunk ezek a motorok. Milyen gyakori az egyébként, hogy ilyen beadó érkezik hozzátok, és kopogtat az ajtón? Megkeresnek, csak ugye sokféle impulzus elér minket, és ezekben meg, hát nekünk muszáj szelektálni, nyilván mindenre igen. Nem lehet mondani mindenre nemet. Szintúgy nem lehet mondani. Megpróbálunk itt valahol utat találni, hogy mi az, ami a mi közönségünknek is felkeltheti az érdeklődését. Mi tagadás, mi vagyunk a szűrő, tehát azért a mi érdeklődésünk az nyilván nyomot hagy a kollekción, és ezzel nem nagyon lehet mit csinálni. Vannak nagyon különös megkeresések, amikre tényleg azonnal nemet mondunk. Ez még Puskás Ferenc életében megkeresett a családügyvédje, hogy az ő sport és élettörténetének relikviáit szeretnék értékesíteni, és arra gondoltak, hogy minket bíznának meg ennek az elárverezésével, és én ezelől udvariasan, de eltáncoltam. És mi volt az, amire igent mondtál? Sok ilyen van. Most, hogy itt a beszélgetésre készültem, egy párat így végig kellett pörgetni, hogy mik voltak. Ezekben van egy-egy tárgy, van olyan, hogy tárgycsoport. Nagyon érdekes, talán az első nagy felismerés azzal a ma nagyon jellemző trenddel találkozás az volt, hogy megkeresett egyébként egy kereskedő kollega, hogy egy nagyon nagy nevű magyar 1900 körül, tehát a századforduló szecesszió időszakában működő magyar üvegművésznek egy jelentősebb darabszámú kollekcióját vette meg, és ő arra gondolt, hogy ezt mi árverezzük el. És akkor ebből azonnal igen mondtam, akkor utána ő előjött az egyéb más elképzeléseivel, vagy megkötéseivel, hogy ő ezt feltétlen egy alkalomra, és akkor mondtam, hogy hát ez a szó nem lehet róla, ezt hagyjuk. Szót követett, a vége az lett, hogy na jó, akkor csinálsz, amit akarsz. Na, azt így már értem, rendben van. És akkor egyébként a Soványka István műveiről volt szó, és ott úgy ránk robbant az a felismerés, hogy a lokálpatriotizmus milyen vehemenciával van jelen itt ebben a műfajban is. Párhuzamosan szerepeltek azonos korszakból francia darabok is, nagyon nívós üvegtárgyak. A Soványkavázák bizony fölülmúlták árszínvonalban ezeket a nagyon ismert nagy neveket. Nagyon érdekes volt, mert egyébként nagyon kevésszer sikerül a műkereskedelemben megvalósítani, hogy egy rákövetkező alkalommal valami hasonló kínálattal előállni, tehát tulajdonképpen kicsit azt mondhatnánk, hogy ugyanolyan recept szerint főzni levest, az esetek szinte 100%-ában nem sikerül másodjára ugyanúgy megfőzni, és ezt mondhatom tapasztalatból, hogy ha egyszer valami működik, akkor az azért nagyon-nagyon óvatosan kell azt kezelni, hogy másodjára is vajon működik-e. Ez az egyszer Budán kutyavásár? Olyan is van, illetve ezt a mondást akkor szoktam használni, amikor egy-egy amúgy láthatóan érdemtelen tárgy sok-sok-sokszorosára fut föl, aznap egyszer. Tehát ez gyakran van, minden árverésen előfordul egyébként egy-két ilyen tárgy, ezek általában nem a kikiáltásáron nem a magas árszínvonalú tárgyak köréből kerülnek ki, hanem az ilyen néhány tízezer forintos jópofaságok, amik szerelem darabok. Ezeket meg így hívjuk, hogy ebbe bele lehet szeretni. És akkor tényleg meg is történik ez a jelenség, és minimum ketten vagy többen úgy ébrednek aznap, hogy az most az enyém lesz. És nem olyan régen szintén volt egy ilyen eset, egy jelentősebb méretű, tudom én, egy ilyen 40 centis, 50 centis tacskó kutya ómból. A kolléganőim nagy kutyabolondok, ez rólam talán kevésbé mondható el, úgyhogy én udvariasan jeleztem nekik, hogy én ezt nagyon szívesen kitenném a kollekcióból, mire rám förmettek, hogy szó nem lehet róla. Újabb ékes bizonyítéka, hogy milyen demokratikusan működik itt a belső szervezet, maradt a kollekcióban. És majdnem 1 millió forint, tehát sok-sok-sokszorosára 1 millió forintra futott föl az ára. Ugye persze azonnal megkaptam, hogy ők megmondták. És ugye ilyenkor indul meg az a jelenség, hogy másnap vagy rá egy hétre elindulnak
csoportosan az ember felé a hasonló típusú ajánlatok, mert na hát akkor én is kérem az egymilliómat, ugye a kutya, és itt tényleg igaz az, hogy az bizony kutyavásár csak egyszer. És ebből minden aukciós ház tudna hozni rengeteg példát a saját működéséből, hogy ezek a tárgyak egyszer valamiért aznap este a varázs úgy alakul, hogy óriásit szólnak, és lehet, hogy soha többet még egyszer. Jó, már két kategóriát megismertettél velünk. Van a színes, meg a szerelem darab. Van-e még? De biztos van, most így hirtelen nem jut eszembe. Ezeket azért különböztetjük így meg, mert tényleg, hogyha az ember annyi ideje foglalkozik ilyen árverések szervezésével, meg lebonyolításával, és ennyi árverésnek a tanúja úgy a sajátjainak, mint itt számtalan konkurens cég árveréseinek, akkor ezekre ráismer a másik kollekciójában is. Amikor egy leütési ársort végignéz, tudja azt mondani, hogy igen, hát itt meg itt akadtak össze. És akkor, de mindenki tudja, hogy ettől még az az ár az másnaptól nem ugyanott van. Biztos, hogy egy befolyásoló tényező, tehát tudom én, adott műfaj általános ázsióján egy picit emel, vagy nem is picit emel, de attól még az az extrém kiugrás, az nem hétköznapi gyakorlat. Történelmi érekiek közül milyen gyakorisággal bukkannak fel nálatok? Szintén egy nagyon kedvelt műfaj. Tehát ezek időről időre előfordulnak a kollekcióban. Nem tagadom, én magam is keresem ezeknek a lehetőségét, hogy hogyan lehetne ezekhez közelebb férni, illetve megszerezni őket árverésre. Az a megfigyelés, hogy ezek óriás érdeklődéseket vonzanak. Tehát én említetted, hogy Péter most mesélt már a koronázási palást darabjáról, amit elárvereztünk, de szintén számba vettem, hogy a közelmúltban milyen ilyen tárgyak voltak, és most a decemberi árverésünkön volt egy nagyon nívós ezüstárgy, egy elég impozáns ezüstárgy, amit a Teleki Sámuelnek a készletéből származott, és itt egy történelmi párhuzam volt. 6 évvel ezelőtt ebből a szervizből egy hasonló darabot a Magyar Nemzeti Bank értéktár programjának keretében megvásárolt a Magyar Nemzeti Bank és az Iparművészeti Múzeumban helyezett el öletétbe, és ebből a készletből egy másik darab került a piacra, aminek egy eléggé kalandos útja volt, ami hát külön mondhatom talán, hogy érdekesség. Ilyen sztorik kísérik a műkereskedelmet, ez Magyarországon került forgalomba egy, mondjuk azt, hogy egy X összegért, és hát ezt megvette egy magyar valaki, bécsi az ötvös, tehát 18. század végi munka, gondolta, hogy ő csinál ebből pénzt, és elvitte Bécsbe egy árverésre, ahol egyébként minden történelmi vonatkozást nagyon alaposan kikutatva és a katalógusban feltüntetve elárverezték, csak valahogy senkinek nem szúrt szemet az, hogy ennek egy ilyen pár darabja már közgyűjteménybe került, és elkelt Bécsben, ha jól emlékszem, 3-4x értékért egy jószemű magyar gyűjtő vette meg, és hozta haza, és hát megkeresett. Akkor mondott egy, hogy ő azt mondta, hogy ő szeretne értek kapni, mit tudom, hogy sokszoros x-et mondom, hogy nem értjük egymást, félreértettük egymást, de addig-addig folytakadt a beszélgetés, ez itt hónapokról, vagy talán egy évről is szó van, míg lett az, hogy indult 8x-ről, az már sok. No, de a végén lett belőle mindenestől kifizetve, vagy 12x. És egy magyar magángyűjteménybe került. Ez mutatja azt, hogy milyen nagy érdeklődés van a történelmi vonatkozású tárgyak iránt, és ez egy csomó vonatkozásban így van. Szerepelt nálunk korábbi árverésen a Bethlen családból egy ilyen pohár sorozatból egy számozott szintén 18. századi készítésű darab, és ott például a család vásárolta vissza, de nagyon jelentős összegér azt a tárgyat. Vagy most ez már ezévi történet, májusban a Bálnában volt az Art and Antique kiállítás, és oda vittünk ki nagyon szép fegyvereket, és bizony mondhatom, hogy a Hadtörténeti Múzeum vezető szakembereinek megakadt a szeme kettőn is. Hát legnagyobb örömünkre mind a kettőt meg is vásárolták, tehát ezek, hogy mondjam, ilyen meseszerűen nyugvó pontra jutottak, és közgyűjteménybe kerültek. Honnan jöttek a fegyverek, Tamás?
ez mindig egy ilyen varázsos kérdés, de hát ezt meg kell érteni, hogy ez egy nagyon diszkrét világ. Tehát ezek mondatok, erre én csak azt tudom mondani, hogy az ezek magánszemélyektől jönnek. És ennyi nekem bőven elég, hogyha te azt mondod, hogy... Szóval nem nagyon szeretik felfedni a kilétüket, sem a beadók, sem a vásárlók. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt valamiért nagyon óckodnak tőle. Talán egy picit a mi kis kelet-európai történelmünk is szerepet játszik ebben, hogy mindenki próbál valahogyan inkognitóban maradni, és tényleg vég nélkül tudnám sorolni, hogy óriás gyűjtemények, és ha én felvetem, hogy szeretnék egy bemutatót, vagy egy kiállítást, vagy csak két darabot megmutatni, és odaadod, de viszel, amit akarsz, mit érdekel, jó van, választ ki. Mit szólnál, ha odaírnánk, hogy XY gyűjtem, na ezt felejtsd el. Nem tudok ezen úrrá lenni, vagy átlépni, sajnos ez van. Jó, nekem bőségesen elegendő, tehát arról van szó, hogy valójában ilyen történelmi érekék magánszemélyeknél vannak. Igen, hát ezek a tárgyak közhelyes, és én nagyon sokszor mondom, hogy hát velünk töltenek egy évet, két évet, fél évet, két hónapot, ki tudja mennyi, tehát ezeknek van, most itt ez az előbb említett Teleki Sámuel féle tál, hát ennek van 1792, akkor most 230 éve, mondjuk az én látókörömben volt másfél éven át, most persze tudom, hogy hova került, de éli az életét tovább, és valószínűleg az ő életéből több van még, mint a jelenlegi tulajdonos személyének az életéből, mert nyilván ugye ismerjük ezeket a biológiai törvényszerűségeket. Tehát egész egyszerűen ezeknek sorsuk van, élik tovább az életüket. Az a kevés számú tárgy, ami közgyűjteménybe kerül, ők többé-kevésbé nyugvópontra jutottak, de a többi éli az életét tovább. Hol van a határ felbecsülhető és felbecsülhetetlen érték között? Ez számomra sosem volt egyértelmű, mert ha már például olyanról beszélünk, hogy prominens történelmi személy, személyes tárgya, ez számomra felbecsülhetetlen értékű, de azt gondolom, hogy te tudsz rámondani egy árat. Nem, ugye ez nagyon nehéz kérdés, ezek az árak kérdése, ez egy őrületesen nehéz kérdés, mert megint egy személyes példa a múltból, tényleg régen megkerestek a Magyar Tudományos Akadémia, szeretett volna néhány tárgynak az értékére valami módon választ kapni, mert az ő könyveikben ezek érték nélkül szerepeltek, és valamiért ez előírás volt, hogy ott mellé kell rendelni értékeket. És mentünk az akadémia épületében erre-arra, és legjobb tudásom szerint válaszoltam is a kérdésekre, és volt egy tárgy, ahol azt mondtam, hogy hát most erre én mit mondjak? Hát akkori eszemmel mondtam egy őrületes számot, de a 20 év bizony megmutatja, hogy nincs az az őrületes szám, amit 20 év valami módon vagy ne tudna annullálni, vagy ne tudna sokszorosan meghatványozni. Na most ez Széchenyi István személyes ampír díszszabjája ezüstből ott van egy tárlóban, és ehhez kellett rendelni egy értéket. Hát most adott pillanatban elhangzott egy szám, de ennek a relevanciája szerintem eléggé megkérdőjelezhető, meg az egész egy olyan furcsa érzetet keltett, de hát ott az volt a nem tudom, nyilvántartási osztálynak az elvárás, hogy már pedig oda egy számnak kerülni kell, és akkor eszem szerint egy őrült számot mondtam, és lehet, hogy ma egy nullát is mellé kéne tenni, vagy kettőt, ki tudja. Szóval, hogy ez az érték, az egy nagyon, a pénzben kifejezett érték, az egy nagyon-nagyon mobil tulajdonsága a tárgyaknak. A hallgatóinknak is mindig mondom, hogy ha abban téved valaki, tudom, hogy egy becsüs tanfolyamon ez nem biztos, hogy jól veszi ki magát, de mégis abban tévedni az sokkal bocsánatosabb, mert az egy mobil változója a tárgynak, míg az, hogy hol készült, ki készítette, miből készítette, és a többi, ezek nem mobil tulajdonságok. Ezt már pedig vagy tudja, vagy nem. Hogy most nem tudom, most mennyit ér, most épp divat, vagy nem divat, hát ez egy változó sztori. Egyébként ilyen tárgyak esetében melyik az árnövelő tényező? Az, hogy mely mester munkája, vagy hogy kinek a tulajdonában volt? Hát ezek mind a kettő tud befolyással lenni, de... Tehát ha egy ócska tintatartó, de Széchenyié volt? Ez is.
Ez ugye nagyon-nagyon meg tudja dobni természetesen, de ugye azért ezek azért ritkán vannak így. Tehát ugye a felső arisztokrácia ritkán vásárolt kutyaütő mesterektől kutyaütő darabokat, tehát ezek gyakran van, hogy megkeresnek amúgy ilyen méltatlan vicikvacok, de hogy ez ezért meg azért volt. És akkor ezt szoktam mondani, hogy de most tessék egy pillanatra így leülni, és gondoljuk végig, hogy mondjuk a magyar felső arisztokrácia körében el lehetek képzelni, hogy ez, de és akkor itt valami sztori, hogy de ez mondta meg, értem én, de azért ezek nem így vannak. A megfelelő körökben megfelelő mestertől rendeltek, és akkor ezek általában így korrelálnak, tehát magas kvalitású tárgy, és mondjuk jó származással, és akkor ezek ilyen a hatványozott értékeken jelennek meg. Egyébként, amikor történelmi darabok kerülnek eléd, milyen lehetőségek vannak arra, hogy kiderüljön, hogy az valóban onnan is attól a személytől származik? Persze mindenféle kutatási csatornát fölhasználhatunk. Nekünk nagyon nagy ellenségünk az idő. Tehát ugye nekünk ezek a megkeresések, ezek nagyon ritkán adódnak úgy, hogy mondjuk azt lehet mondani, hogy hát akkor ezt most egy évig kutatnánk. Beadó elvárása az általában az, hogy következő esedékes árverésen ebből mi pénzt csináljunk. Hát és ilyenkor azért versenyfutás van az idővel. És van az úgy, hogy még a katalógus zárlat után is fut be fontos információ, és hát akkor még oda mellé teszünk egy kis tájékoztató táblát, amivel még ki tudjuk egészíteni a katalógusban leírtakat, de az idő az nagy ellenség. Tényleg azt tudom mondani, itt most megint visszakanyarodva a koronázási palást történetére, hogy ott egészen komoly anyagvizsgálatokig mentünk, és mindenképpen szükséges volt a legbiztosabban alátámasztani azt, hogy ez tényleg abból a palástból van. Van arra rálátásotok egyébként, hogy mennyi ilyen különlegesebb darab vagy történelmi erekje lehet még kint? Nincs. Ezek, és ráadásul egy ilyen, hát mondhatjuk húzatos történelmű országban annyi minden történt, hogy nyugat-európai műkereskedő ismerősök, barátok mondják, hogy Budapest az azért sokkal izgalmasabb hely, mint mondjuk München vagy sok más, mert itt bármi 10 perc múlva vagy 10 percen belül is megtörténhet, míg ott azért ezek a tárgyak már olyan előélettel bírnak, hogy ezeknek nagyjából olyan lekövethető pályáik vannak, itt pedig egyszer csak valaki megjelenik és elmond egy történetet, és utána megbesdül itt a műkereskedelem. Tudom én, előkerül egy ritkább zsolnai darab, és aztán ez így elkezd így. Én láttam, te láttad, ennyit kértek, annyit kértek, mennyit adok, de, és akkor hát ezek folyamatosan előfordulnak, tehát ezek egy ilyen nívósabb darab, amikor megmozdul, akkor azért az a műkereskedők érdeklődését is nagyon felkelti. Egy zsolnainál mikor mondjuk az, hogy ritkább darab? Hát mondjuk egy ritkább sorozatból, vagy egy ritkább kollekcióból való, mondjuk Ripple-Rónai József tervei alapján készült, és mondjuk az Andrássy ebédlőhöz tartozott, vagy vannak ilyenek, tudom én, a Tiffany sorozatból egy-egy nívósabb darab, hogyha mozog, azért ezek hullámokat vernek. Nagy beadói tévedés, gondolom, volt a pályád során, amikor valaki azt gondolta, hogy valami van a birtokában, de neked el kellett mondani, hogy ez nem az. Hát szinte csak az van. Szóval, hogy ez egy, igen. Tehát az én sorsomat ez kíséri leginkább, hogy a családi legendák azok ugye úgy, hogy épülnek föl, és akkor egyszer, és akkor az enyém a piszkos munka, vagy a magunk fajtáé, és akkor ugye ezek nem olyan jó leső szerepek, de ez a saját családomban is fordult elő, és lehet, hogy a nagymama vitrinjében nem minden vagyont érő tárgy, és hát ezekkel azért úgy nem egy olyan nagyon hálás feladat szembesíteni a tulajdonosokat. Ez nagyon gyakran van. Tehát, hogy itt sokkal kisebb esetszám az, amikor mi okozzuk a kellemes meglepetést, tehát, hogy minden várakozást fölmúlóan sztori övezi a műkereskedelmet. Hát most közelmúltban volt itt egy, ez kicsit olyan propaganda szagú lesz, de ez valóság. Egy anyja és lánya tért be hozzánk a közelmúltban, hoztak néhány ezüst tárgyat, és akkor ott elkezdtünk beszélgetni, hogy ez ér valamit, ez meg nem ér semmit, stb. De hogy mi milyen kedvesek vagyunk, hát én mindig mondom, hogy én ezt nagyon jól tudom, de hogy ezt most miért említi, és nagyon meglepő volt, mert mondta, hogy hát itt az utcában jó néhányan be se engedték az üzletbe őket. Na mindegy, hát ezt úgy
meghallottam, eleresztettem a fülem mellett. Mondják, hogy de hát ők hoztak valamiféle, hát lehet, hogy aranytárgyakat megnéznénk. De a sztori vége az lehet, hogy aznap kisétáltak tőlünk, nem tudom, néhány millió forint készpénzzel, meg néhány ezüsttárgyat beadtak árverésre, és nagyon boldogok voltak, és elmondták, hogy itt név nélkül, hogy az utcában milyen incidensek érték őket a mit tudom, az előtte lévő fél órában. Mondtam, hogy ebből egy tanulság látszik, egyből ide kellett volna jönni. Nem tudták, mi van a birtokukban? Én úgy vettem ki, hogy nem, mert aztán, amikor itt elkezdtünk pénzekről beszélni, igazából nekik ugye elsőnek rendkívül taszító impulzusként ez a hárítás szerepelt, hogy tudom én volt olyan kollega, aki azt mondta, hogy oda ne is jöjjenek be. Igen, azt el is mondták, hogy nekik eddig a legjobb ajánlatuk az valami néhány ezer forint volt erre a sztorira. Amikor hogy kibomlott ez az egész diskurzus, akkor egy ponton még, ha az anyuka úgy döntött, hogy ő még hazamegy, és akkor még amiről úgy gondolja, hogy ez valamit ér, azt elhozza hozzánk, és megmutatja, és akkor hát azoknak is valahogy a végére értünk. Mi az, amit ne hozzanak, Tamás? Én igazából azt annyit tudok mondani, hogy nagy tárgyakkal ne induljanak el. Ha egyszerűen fotózzák le őket, de ez egy praktikus, kényelmi megközelítés. Ma már mindenkinek a zsebében ott a ilyen-olyan telefon, ilyen-olyan fényképezési lehetőséggel. Ha egy éles fénykép van, akkor egy némi tapasztalattal bíró műkereskedő legalább azt tudja mondani, hogy ezt kár is megfogni, azt pedig tessék elhozni. Szerinted milyen trendek lesznek még? Én azt hiszem, hogy a középtávú jövőt azt azért a lokálpatriotizmus mindenképpen át fogja hatni. Én azt is merem mondani, hogy bizony azért itt egy kis inga hatás azért megfigyelhető, tehát amikor olyan nagyon elindul a piac a modernitás irányába, akkor utána azért van egy kis lélegzetvételnyi szünet, olyankor egy kicsit mindenki átgondolja az életét, és addig azért a tradicionálisabb műfajok jól teljesítenek, aztán utána ez újra kap egy lendületet, de hát azért ennek van egy természetes folyamata, amit mi itt úgy szoktunk magunk között leírni, hogy hát azért az lehet, hogy már nekünk se biztos, hogy minden tetszett, vagy tetszene a nagyszüleink interjőrjeiből, vagy környezetéből. Most már annyi idős vagyok, hogy azzal is találkoznom kellett, hogy a gyerekeimnek sem biztos, hogy minden tetszik a saját, vagy hát az én interjőrjeimből. Úgyhogy azért a generációk változásával azért óhatatlanul sodrodunk a modernebb műfajok irányába, és bizony enyésznek el értékek, amik jó néhány tíz éven át konszenzuális magas értéket képviseltek, de ezzel szinkronban születnek új értékek. Talán az az egyetlen ilyen nagy megdöbbenés ebben, hogy a műkereskedelem világa is meglehetősen dinamikus, egyáltalán nem az jellemzi, hogy ugye ez ilyen statikus örök értékekről beszélünk. Mi volt a BÁV történetében a Viking kard? Hát ez egy érdekes, konkrét fegyver, ez a tavalyi árverésünkön, tavaly decemberben indult, ha jól emlékszem szintén. Az az érdekessége, ugye olyan meglepően hangzik, de ez egy tudható tény, hogy Szent István testőrsége bizony viking harcosokból állott, és ez azért volt, mert így meg tudta magát védeni a különféle összeesküvések elől. Tehát velük nehéz volt a kommunikáció. Ők ugye nem értettek szót mindenkivel, és így nem tudtak összeesküvések részeseivé válni. És ezek általában ugye ásatásokból kerülnek elő, vagy kerültek elő. Ennek a tárgynak megvolt a konkrét életpályája, mert ugye egyébként pedig hát a hivatalos, a törvény szerint minden, ami a földből kerül, ez az államot illeti. Tehát ennek megvolt ez az előző életpályája, lehetett tudni, hogy honnan jött hozzánk, szinte egyébként egy fegyvergyűjtő adta el, nem is tudom, talán 1,2 millió, vagy valahogy így talált gazdára. Egyébként, ha most pillanatig sem szeretném ezt degradálni, ezt az összeget, de bizony most így visszagondolva a közelmúltban is voltak nálunk ennél jóval drágább fegyverek. Most megint a márciusi Bálnában megrendezett kiállításhoz visszakanyarodva, ott egy elég látványos fegyverkollekcióval jelentünk meg, és ott egy gyönyörű
szintén 17. századi vadászpuska volt a kollekcióban, és hát annak is egy olyan szép története rajzolódott ki előttem, amit így a közönség nem tudhat, de most akkor elmondom. Egy nagy nevű fegyvergyűjtő döntött úgy, hogy köszöni szépen, felszámolja a gyűjteményét, ezt a darabot ránk bízta, egy másik fegyvergyűjtő szemet vetett rá, és mondja nekem, amikor már megegyeztünk, tudom-e, hogy én miért veszi meg. És akkor én ugye előálltam a sablon szöveggel, hogy mert a csontintarzia, meg a keréklakatos szerkezet, meg, és akkor mondtam ott a magam, hogy nem. Hanem mert 30 éve én adtam el neki. A tárgyak sorsa. A tárgyak jönnek és visszajönnek? Látod? Forognak, jönnek, élik az életüket. Tőlünk függetlenül. Nálad fordult már vissza tárgy egyébként? Jaj, persze, hát ezt a műkereskedő legjobb, ez a legjobb, amikor többször keresel ugyanazon a tárgyon, hogyne. Ilyen van, persze. A báv ráadásul erre azért is jó, mert van ugye az én személyes életem, és van a bávos élet, és akkor ugye ezek is olyan jópofa dolgok, hogy most megint akkor egy ilyen apróbb belső szakmai kis információt elárulva, lehet találni tárgyakat, kicsit nagyot, ilyet, olyat, amiken fekete tussal egy olyan 6-7 számjegyű számsor föl van rajzolva. Mi a fene, mi a fene? És hát én is öregektől tudom, hogy a 50-es, 60-as években a báv akkori munkatársai ezekkel a kézzel ferélt fekete tuss számokkal azonosították a tárgyakat. Ez azért szokott jót jelenteni, hogyha egy ilyen tuss számsor előtűnik egy tárgyon, mert akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk a 60-as években az akkori szakemberek ezt már egyszer méltónak találták arra, hogy ez fusson egy kört a báv körein belül, és így aztán nagy valószínűséggel mondjuk valódi a tárgy, nem pedig valamiféle hamisítvány. A mi életünkben pedig ez tényleg ezüst tárgyaktól zsolnai tárgyakig előfordul, meg hát én már annyi ideje vagyok ebben a világban benne, hogy az is egy nagyon érdekes és szívmelengető élmény, amikor úgy keres meg mondjuk egy fiatal valaki, hogy az én névjegyemet és a nevemet meghagyta az örökhagyó és éppen eltávozott idősebb valaki csoda, és hát akkor ugye komplett kollekciók futnak újra keresztül a kezemen. Nagyon köszönöm, Tamás. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Senki többet harmadszor. Egy sorozat mindarról, amit a műkereskedelemről mindig is tudni akartunk, csak nem volt kitől megkérdezni. Egy sorozat műtárgyakról, műgyűjtésről, felbecsült és felbecsülhetetlen értékekről, és persze arról, hogy mi kerül a kalapács alá. Senki többet harmadszor. Elvégre a lelkeméjén mindenki gyűjtő.